Yeah. Hú, ez mennyi idő tette? Halloween? Halloween volt? Halloween volt. Halloween. Ja. Azok a cuccocskák voltak. Hello! Sziasztok! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel legyünk hülyek önmagunkhoz, üdvözlünk mindenkit. Hát elsodort egy kicsit minket az élet, de ismét itt van Isti cimborám, és Hot Podcast újabb adása, Fondue Edition, debütálás, én sose csináltam még, úgyhogy kísérletezés. Gondolkoztam ilyen szójátékon, mint a Hot Podcast-tel, hogy a fondűhöz nem Fondpod. Hangulatot belőttük, Abszolút. Jó. Soha életemben nem fondűztem, de pont meséltem Máriónak egyébként, hogy nem olyan régen nézegettem videókat, hogy hogyan is működik ez. Van egy ilyen forma, aki mászkál mindenhova, és akkor igen. Ott a csinált hotpotosat is, meg fondűset is, nagyon jónak tűnik. Rengeteg sajt van. Igen, a sajt szóval, hogy mutassam ide, tehát van ilyen, ez konkrétan ilyen ementáli? Igen, kockák. Story, akkor ez is sajt? Ez Roquefort, uh-huh, ez a uh-huh. Kék sajt. Az nagyon jó, szeretjük. Van ilyen, hát ez ilyen olvasztani való, ilyen raklet jellegű sztori. Van külön fondű, én is tudom, hogy ilyet árulnak egyébként, a prezident az amúgy jó szokott lenni. Az nem egy rossz név. Nem, egyáltalán nem. Nagy bizalma van. Ez nagyon crazy lesz szerintem. Igen. Nagyon jó. És akkor még persze parmezán, ugye? Igen, parmezán az azért, hogy mondjam, a Rolls-Royce a sajtók között, számomra. Nagyon jó. De ebből sem mindegy, mert van ami hasonló nagyon, tudod, az a ráírva, hogy fehér, igen, kemény sajt, és az nem az igazi. De abból nem tudsz eleget rakni a tésztára. Így van, de egyébként ugye ezek se szerintem az igaziak, mert ugye a parmezán sajtnak megvan a maga sztoria, egy bizonyos helyen legelő tehenek, stb. Aha, szóval aha. Ez egy licenszer dolog, de én nem veszem ennyire komolyan ezt. Persze. A dolgot. Persze. Ollónk van-e? Ollónk. Lesz. Csak egy gombára rá kell venni, mert én a kameráimtel sőt elloptam egyet csúnyiba amúgy. Isteni jó. Nagy... Itt olyan előkészületek történtek, itt fokhagymába, olajba, megpirított gomba, meg sonkú. Nagyon komoly lesz ez is. Szerintem is jó. Nagyon komoly lesz ez is. Csak egy schnitzer kéne. Igen, nem mindjárt kiharapom már ilyen. Kiharapom? Figyelj, nem vagyok finnyás, harap ti. Én csak vicceltem, mert nem merem kiharapni. Tehát félek, hogy letörik ott valami. De mi a fogad? Hát, figyelj, várjál, téphető. Téphető. Na jó. Jaj, de jó. Egész mehet bele, nem? Mehet, aha. Várjál, ott jöntsük meg, nem? Jó, persze. Közepesre. Tehát egy kis főző tejszín érkezik bele ez jelen pillanatban. 20%-os, ha bárkinek ez számít valamit. Megle brand. Igen. Nem szponzorált a videó. Nem hagyunk ki semmit belőle. Én nekem közben csipegetnem kell, mert a vércukrom miatt. nehogy itt elájulj! Aggódok a vércukrom miatt. De ezek nagyon jók, ezek a hotpot is egyébként azért volt jó, mert ott is mondtam, azt hiszem, hogy mondjuk itt egy picikét a kalória azért megugrik, meg. A sajtocskától, meg nem tudom, de itt is ilyen falatozgatás lesz igazából. Igen, igazából ez is egy ugyanolyan szertartásszerű, leülsz, itt vagy fókuszban, közbe készül, mindenkit valami picit hasznossá teszi magát. Igen. Hát meg ott ki ügyködsz közben beszélgetek, jó dumák. Kés. Nagyon jó. Kés. Nem kell, hagyjad, mindjárt megoldjuk itt a pár csomagot. Chopstickkel? Ezzel itt, menj, ennyit rakjak bele szerintem. Szerintem egy lehelletnyit. Lehelletnyit csak? Egy ilyen fél centi vastag. Hát figyeld a technikát. Nagyon adom. Figyeld csak. Így jó lesz szerintem? Egy fakanalat úgy is kell hozzak, mert ezt azért kell. Ja, hát akkor figyelj. Jó. Addig szórakoztasra nézzük. Figyelj, meg lesz. Ó, hát. Kés. Ugyan már. Minek a kés? Hopp. Megy bele a bar. Miket bar in. Yes, sir. And I don't know how to proceed anymore. Ú, de jól néz ki. Nagyon, nagyon durván néz ki ez megint. Boró is lett volna egyébként. Persze! Nem baj, most már megvagyunk. Tehát úgy... A lényeg megvan. Kirakom a képből ezt a vajat. A vaj szerkezetet. Figyelj, na. És akkor mi a terv, hogy itt sóbor semmi? Hanem csak úgy... Hozok sót is, bor semmi. 51 ére, ne vegyek. Most már látjuk, hogy mi kell még.
Ja, ez most nem az a fajta lesz. Fakanál. Ezt most csak nem ejtjük bele. Remélhetőleg nem lesz izé fakanál. Nagyon kellemes. Ja, és akkor minimum, maximum ennyi. De nem is pirossal, nem is jelzi semmit, hogy működik. Akkor, mikor már rámelegít. Hát most tartja a hőt. Kicsinő. Jó. Elkezdem bontogatni a sajtokat is. Jó. Adjak neked, hogy te is? Nekem nem. Nem, neked nem. Én... Jó. Most egyelőre szeretném, hogy helyreállna a tüdő. Mindent bele akarunk tenni? Semmilyen nincs, hogy kell. Jó. Tehát ez úgy van, mint a hotpotnál, hogy játék határok nélkül. Értem, én lennék olyan elvetőt, hogy minden belemegy. De tényleg, hogy ilyen brutál sajtos, tudod. Papa. Az olló nem jött. Ne, hogy... Adom. Jók vagyunk. Kicsit olyan flúgos futtam a konyhában, nem? Picit, főleg neked, meg egy kis kardió előtte, igen. Tudod, hogy így... Azért... Húha! Van Bukkentórió? Faszi. Hallod? Egy foci csapat átment zoknia, igaz? Mindenki egy napig holta. Ez mi ez amúgy? Ez melyik? Ez a... A francia. Hallod? Azt szétadnám, ha a technológia ott tartana, hogy ezt át lehetne adni a kommentelőknek. Igen, az komoly lenne egy ilyen addon, hogy így átmenjen. Ez nagyon hardcore, de amúgy szerintem jó lesz ez. Nagyon hardcore. Erre még a scooter is azt mondaná, hogy hardcore, nem? Teljesen. Mire nem? Fú, faszi. Fú. Közben én... Nagyon gáz, ha megfogom. Kesztyű, az nem kell neked? Én nem vagyok finnyás. Jó. Lent együtt főztünk, basszus. Jogos. Kezet mostunk. Ez jó lesz. Menjen bele, persze, elolvad. Hoppá. Igen, Lehet, hogy ezt a másikat amúgy egy picit félretesszük, mert azért tényleg nagyon bukés. Igen. Ez azért hardcore sztori. Na, de viszont a fondűs, úristen, ez mekkora adag te? Ez 450 gramm. 2-3 főre. Mit szólsz, hogy szerintem a sóval egyelőre ne kísérletezzünk. Ne, ízlegessük majd mindig, és akkor majd alakulgat, ja. Az lesz a legjobb szerintem is. Hopp, ezt itt kell. Sajnos, srácok, én OnlyFans linkkel nem tudok sajnos. Húha! Ajaj, ez már alapul olyan állagú. Jól. De, persze. Csak én azt hittem, hogy ez... Belealvadt kacsazsír jelleg. Aha. Mondom egyébként, hogy... Figyeljen. Aha, mik vannak itt? Pirított csirkemelsonka, natur, hőkezelés nélküli csirkemelsonka, fokhagymával pirított gombafejek, chilis nachos, kétfajta bruschetti. Ezeket fogjuk bele tunkolni és falatozgatni. Yes. Illetve én majd szeretnék mindenféleképpen a végén, amikor már 80%-osan jól laktunk, akkor a Jancsili féle jalapeñóval bolondítani. Az erősre nem lehet. Azt még nem tudom, hogy milyen. Nem, jó a jalapeño, az tudom, persze, az abszurd lehet. Egyébként pont beszéltük az előbb, hogy mennyire nem kívánom mostanában már a csípőt. Igen, aztán attól függetlenül tízi. Ezt szerinted mivel kotorjam ki bele? Azzal? Vagy mert ez egy püré. Ja, az nem baj, hogy olyan lesz? Vagy ott a kanál, basszus. Teljesen jogos vagy. Az egész mehet bele, ugye? Hogy nem mehetne. Ez tényleg olyan, mint a zsírember. Mondom. Azt a mindenit, jé, haver, ez... Várj, ezt ne haragudj, de ezt így meg kell kóstolnom, ahogy van. Nem tudom azt, hogy fogom kivitelezni. Mink egy ilyennel. Kicsit ízés lett. Nem jó. Ez szerintem egy alap. Ez olyan, mint egy alaplé. Lehet. Hát itt még mérleged azt, hogy beletegyük egyáltalán. Persze, nem az, csak... Már van egy ilyen gombóc fajta. Igen, van egy ilyen zsír jellege. Tehát az egész szerintem... Úgy is néz ki. Adok egy kis hőt még. Olyan vanília fagyi. A kamerákat féltem. Igen. Mármint nem azért, hogy megsérülnek, hanem attól aggódok, hogy a fenti kamera, ami most rendkívül értelmét nyerte ezen a videón, igen, ne halljon meg a hőhatására. Olyan, mint a krumpli püréte. Jó kemény. Igen. De meg van egy enyhe ilyen sörös íze. Igen. Egyébként. Aha, ilyen... Azt gondolom az erjedés miatt, vagy, nem? Vagy lehet, hogy élesztős. Sörös vagy te egyébként? Szeretem, de nem olyan nagyon hardcore szinten. A belgákat nagyon szeretem amúgy. Tudod, mit szerettem volna kérdezni? Na. Kérdezték tőlem egy páran, és ha már ilyen beszélgetős podcast jellegűk is, hogy igen. Nem kötekedés. Oké. Okay. Hogy az angol, a keveres félig angol, félig igen, magyar. Ennek mi a háttérsztória, van-e valami célja, vagy ez teljesen, ez mögé nem kell belátni semmit, így érzed jól magad, ez a komfortzónád is jön naturálba. Ez a komfortzónám jön naturálba, meg egyébként úgy indult az egész, hogy
Általános iskolában nagyon rosszul ment az angol, lehet, hogy a tanár miatt nem, tényleg nem tudott. Tehát az igeidőket, ahol írni kell, tudod, a megfelelő formában, az így be volt tippelgetve, és akkor folyton jöttek a karók, tudod, mert nem tanultam meg ezt a past perfect, present perfect, stb. Igeidőket. És aztán középiskolában elkezdtem erre nagyon figyelni, mert azt tudtam, hogy a szókincsem az úgy valamennyire van, és úgy mondom, ezt fejleszteni. És úgy nagyon jól ment az angol, tehát gyakorlatilag a harmadik osztályban már előrehozott érettségit csináltam a francba. És utána ez így megmaradt nekem, hogy nagyon random néha otthon, hogyha vagyok, akkor elkezdek angolul beszélni, hogy picit szinten tartsam magam, tudod, mert hogyha nem használom, mert nem... Akkor kopik. Akkor kopik, mint az állat. És ezt nem akartam, vagy meg akartam előzni ezt a folyamatot, és ez így benne maradt, hogy néha így úgy beszélek, aztán van, akinek nem tetszik, én ezt tudom, van, aki ezért szívja a vérem. Ez vagy nyugodtan, ja, ez abszolút, úgyhogy tudok én normálisan magyarul is beszélni, meg úgy igyekszek sokszor választékosan beszélni, amennyire az én szókincsem engedi. Most már azért alakulgatott, már azért gumisodik a sztori, De szóval ez megmaradt. És van amikor humornak, vagy ilyen vicceskedésnek szánom, bár ma már amúgy egyébként nem annyira ritka ez. Tehát nem, zenékben, nem. Trap zenékben, nem tudom, olyan kifejezéseket raknak bele, hogy az már sokszor, nekem is, már olyan szinten sok, hogy ez már ez. Gondolom a tartalomfogyasztás zöme az angol nyelven. Na, az meg a másik, az a sorozatok azok fixen, azok teljes mértékben. Felirattal? Bro. Ilyen színű. Nem, az még be van csomag, persze, hát muszáj még azért becsomagolni. Igen. Minél több szemét termelődjön itt. Ez kezd nem, a... Srácok, csak mondom, hogy mi történt itt, tehát elkezdtem fölnyitni, és csak ennyit láttam, hogy ilyen alga jelleget, hogy így mondom, igen, hogy jaj. Ez nem ennek talán nem így kell kinézni. Talán nem, jó, megnyugodtam. Hú, ez is jó lágy amúgy. Maci sajt jelleg. Krumplipüré jelleget, azt elértük. Az teljes mértékben... Aha! Rockford. Nem, ez a blue cheese, ez a blue, a kék sajt, nem? Az a Roquefort. Ja, ez a Roquefort, az úgy van. Ú, ez... Wow. A zöld rész, az penész? Az nemes penész, nem igen, penész. De szeretnénk rögtön bele az úgy... Hogyne. Jó. Figyelj, a jó, lényeg az, hogy minél nemesebb, legyen. Igen, minél igen, gazdagabb igen. Sajtszósz kapjunk szerintem. És ha már vannak, akkor természetesen robbanjon bele. Beleim meg a gyomrom, meg a hátsó feltelen, ilyen fejet már. Na itt mi lesz? Igen, ez nagyon jó lesz, figyelj. Mindenből egyet, tehát hogy én úgy vagyok vele. Adom. Aztán meglátjuk, hogy mennyire ízlik nekünk a sztori. Jó. És akkor még a... Figyelj, egy kis tejjel fel tudjuk húzni, ha gondolod. Szerintem nem kell. Nem kell? Nem, figyelj, ez nagyon jó állag. Ennek, ahogy nézegettem a videókat, ilyen állagunknak kell. Igen, hogy csak... beleküldöd, forgatod, összeszedi és húzod ki. Ja. Szerintem megegyeztünk abban az összes parmezánban. Az mehet az úgy. Ugye? Jó, helyes. Nem tud rossz lenni. Nem. Parmigiano Reggiano. Figyelj, egyébként... Én megteszem a tehetőt. Ahogy látod, a legtöbb Ocean márkás, saját márkás. Teljesen. De a francia. Tehát rendkívül és ezt honnan szerezted be? Az Oceanban van már ugye hozzá. Ja van már ott, teliben van. Mert ez egy francia áruhád, és az a otthoni piac, hogy átott. Igen, csak ugye kiköltöztem vidékre, és ott nekünk itt az gyakorlatilag szerintem egy ilyen, hát, mit tudom, 100 kilóra. Vidéken ezt úgy hívják, hogy a madaras Tesco. Az Ocean, igen. Ocean, sőt, igen, Ocean, az óceán, tudod, az a legjobb. Haver, fia. Ez lehet, hogy kellni fog egy kis tej, nem? Nem. Jó. Figyelj, te vagy a kapitány. Figyelj, maximum vagy minimál, de még nem kell. Ez, adjunk ez, még neki esélyt. Ez nagyon jó. Én picit több ez hűt, már massza. Tedd fel maxra, Nessa. Felrakja maxra, jó lesz. Van, ott pof. Ajajajajaj. Nagyon jó. Kicsit én is kevergessem? Nyomja, de... Postolni is már. Hoppá. Nem elég folyós, nem? Tehát ennél jobban kell folyni. Hát figyelj, meglátjuk. Én is lehet, hogy rákóstolok, figyelj. Bombetti Maretti. Egyet hagyd lopjak már, bocsánat. Mutatom a fenti kamerának, ő lesz a sajtos, jaj, de pirított jó. Gombánk. Steak. Hát az óvatosan nyomtad, kicsit félsztetőre attól tartok. Crazy? Nincs mitől? Egyelőre nincs mitől. Jó, az nem baj, hogy ilyen szósz. Jó, hogy nem sóztunk. Jó? Nagyon jó, hogy nem sóztunk. Figyelj, én azért így... Vastagom? Én meghátulom. Nagyon intenzív. Nem baj. Nem baj, az a jó. Hogy ez tényleg... Hú, ez őrület lesz. Madness. Mit tám Madness? Na, nagyon forró amúgy a sajt, nem? Na, hogy elkezdjen köpködni. Jó, mit tám Madness? Mi van? Atya! Jézusom! Cheesy cheese. Ne menj a pötbe. Figyelj, nem. Teljesen felolvott minden. Ez... Kellett az a kis tejszín meg a vaj, mert hát ez tényleg nem, nagyon jól nem sóztunk, tényleg. Igen. Ez még az a kategória.
Egy ilyen crackert én. Tudod, mit szerettem volna még kérdezni? Meghajítok. Igen. Nálam hát. Ugye volt tavaly nyáron is egy ilyesmi. Igen. Kiégés. Uh-huh. Videós kérd. Mennyire visszatérő momentum? Vannak-e egyáltalán kiégés közé állapotaid? És ha igen, akkor mi segít túl lendülni rajta? Persze, hogy van. Már hát én hármon szerintem már túl vagyok a 10 év alatt. 10 év, baszt. Ja. A fokhagy már kóstolja. Fokhagy már kóstolja meg? Na, ezt szeretem látni, amikor szinte már sírás közelében vagy, az a legjobb. De tényleg? De nagyon, olyan, nagyon jó. És közben egy virusz, tudom így. Hát, ez a lelkem az arcomra kiül azonnal. Nem túl izé, de egyszerűen. Nem, ez... Simply the best. Yeah, teljes mértékben. Szóval, hogy mi a... Hát figyelj! Nagyjából azt tudod csinálni ezzel ilyenkor, hogy túllendülsz rajta, tényleg. Tehát ez idővel az ember túllendül rajta szerintem. Figyelj, nem. Szerintem nem szabad aprózni. Nem szabad aprózni a dolgot. De ugyanakkor hol teszem, hogy nyilván olyan lehet ez, hogy minden munkába ki lehet égni, úgymond, uh-huh. vagy bármilyen, ha ugyanazt csinálod folyton. Sokan úgy szoktak ezen túllendülni, hogy elkezdik keresni a kihívásokat, hogy új dolgokba próbálkoznak, uh-huh. és akkor én meg pont akkor attól szoktam kiégni, hogyha új dolgokat próbálkozok, és látom, hogy egyáltalán nem érdekel szart se. Ez nálam valamire ez így van, és szerintem egyébként a korom, vagy hogy mondjam, a velem egyben el, tehát szintén 10 éve YouTube tartalomgyártók között, akik ezt csinálják, ennek a mondatnak az égvilágon semmi értelme nem volt, nem de baj. Érti mindenki szerintem. Sokaknál szerintem ez megfigyelhető, hogy egyszerűen nem az, hogy belekényszerülünk, meg beleragadunk egy szerepbe, hanem egyszerűen ez működik. Igen. Tehát valamiért ezt keresik az emberek, és az ilyen változást a legtöbb ember szerintem telibe elutasítja, tudod? Én szeretek mindenféle vendégeket meghívni, és ugye aha, nagyon sokáig ez a mindenki, aki nem Zsolti, az nem, az miért nem, igen. kritika azonnal. De igen, de egyébként ugye én nekem ebből az a konklúzió jött le, hogy igazából a csatorna iránya, annak olyannak kell lennie, amilyet én szeretnék, uh-huh. mert akkor tudom hitelesen meg úgy csinálni, hogy színjáték meg minden nélkül. Igen. Bocsánat, én azt kézzel csináltam, mert nem tudom fogni. Nem tudok pálcikával enni. Nem, meg ezt meg aztán pláne, fia, hagyd a franga szerintem. Nachos! Nagyon jó. Nagyon jó a cucc. Uh-huh. Egyszerűen... Zseniális. Igen, és az érdekes, hogy azt hittem, hogy ennél sokkal intenzívebb lesz. Intenzív, meg nagyon gazdag, de nem ez a... Nem. Főleg tekintve, hogy beraktuk ezt az elnézést kérek, elképesztően büdös francia sajtot. Igen. Kiérződik az íze, de nem vág úgy azért arcba annyira, tudod? Nagyon-nagyon kis, visszafogott, finom. Jó cucc. Megnézek meg is egy ilyen sonkát. Hát, hogy mondjuk egy... Nagyon jól működik. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ja igen, a hivatalos hozzájáró pálcák azok eltűntek. Nem találtuk meg. Igen. Úgyhogy ezért egy ilyen kényszer megoldás történt. Félek, hogy beleítem amúgy a... Nem baj. ...sztorit. Attól bajunk nem lesz. A gomba az zseni. Mhm. Minden jó. Eddig még nem kóstoltam rosszat. De nálad nem lehet rosszat enni. Egyébként valahogy, de olyanokat válogatsz mindig össze, hogy így ez elviszi. De tényleg, amúgy a gomba a abszolút... A hotpot az se volt rossz. Hát az... Ennyi a kifejezés. Nagyon jó volt. Tudod, milyen fondű van még? Csoki fondű. Tudom, eper, banán, tudom. De az sem volt rossz. Hát igen, csak ott azt érzem, hogy... Megint az van, hogy nagyon hamar cukorsokkot kapsz, és akkor végezzel. Igen, tehát én édes szájú vagyok, de például mondjuk két szelet sütit már nehezen gyűrök le egymás után. Tehát az már olyan, hogy akkor már, hogy nagyon terítődtem. Ez viszont azt érzem, hogy olyan, hogy ezt egész nap tudnám tolni valamiért. Úgyhogy azért szerelemjáték, a sajt az bármivel tud. Az olyan, mint egy könnyűvérű nőcske, mindenki mellett jól érzi magát. Nem? Igen. Látod, nem kellett volna a beletej? Ja, nem. Most már jól föltapad. Nagyon jó. Ezt rendszeresíteni fogom az életembe. Igen, ez nagyon, nagyon klassz cucc. És milyen vendégeket tervezel még hívni egyébként? Tehát, hogy így... Elég változatos amúgy mostanában már a felállás. Igen. Most már a legutóbbit azt nem én hívtam, hanem ugye meghívtam. Igen. De egyébként nem zárkózok el ettől. Kimaradt egy sajt. Hoppá. Azt úgy is meg kéne kóstolni. Hogy csak így, hogy telibe ezt küldöd bele. Uh-huh, uh-huh. Hú, azért az már az igazi pornó kategória, hogy. Food porn. Így, gyerünk.
Na hát akkor sajtos. Jaj, basszus. Szerintem most kell a hőt egy picit visszább legyük. Mert ne igen oda az alja. Jó. Hát így középre? Ja. Jó. Ez nagyon finom. Ez így mehet bele, ahogy van, ugye? Mehet. Ez az egész, ugye? De ez a komfortzóna. Igen. Na, és akkor én nem tudok elmenni mellette, mert már a szemem pikkel. Én még azt egy kicsit várok azzal. Nem teszem bele. Persze, hanem, nem tudom, hanem csak tolod, dip. Ne maradjon el, yeah. Egy kis csípős, mert már védjegy. A Jancsili féle limitált kiadás egyébként valamelyest, ugye, mert nyilván ez akkor van, amikor terem. De a Mr. Snack webshopban megtaláljátok. Még van belőle egy pár darab, úgyhogy bátran lehet, hogyha egyéb jó csípős dolgok is vannak. Ezt azért szeretném majd megkóstolni, mert tényleg jó. Recsen ropog, nem annyira csípős. Szerintem a cheese meg a sajt, mert átvettem. A sajt meg a jalapeño, a szellem. Cheese meg a... Jó, igen, ez tényleg jó lesz valószínű. Hopp, beleesett egy kis paprika. Nem fogjuk bánni, ugye? Nem. Uh-huh. Abszolút lakossági. A végén van egy kis... Egy kis craft, de ez még tipikusan az a jó verzió. Oh, igen. Ez az, ami még a Burger King-es burgerekben is elfér. Teljes mértékben. De mondjuk, ami mondjuk az ilyen burgerekben szokott lenni, az ennél lájtosabb. Hát az már konkrétan tényleg csak az íze van benne, szerintem sokszor. Úgy. Még egy fokat megfagytam neked. És a piros amúgy az milyen paprika? Az is jalapeño. Jó, hogy a piros is... Azért nem vészes, de azért úgy van kraftja. Jó, hozzá kell tenni, hogy te nem vagy a csípős nekan nagy rajongója. Nem. Ez még tényleg az a jó határ, szerintem. De egyébként otthon, mikor a Szala Isti privátban eszik, mellőzi teljesen a csípőset az asztalról? Tehát nem kell a jó evéshez, neked nem hiányzik a csípős. Nem. Mondom, ugye amikor volt de időszakosan sem? Nem. Egyszer nekem egyáltalán nem. Tehát meséltem, hogy van az a... a Tabasco szósz márkájú ilyen jalapeño szósz is, azt hiszem. Az nagyon jó, rántottába, bármikbe, így tik-tik, picike, íz miatt, de... De ott is inkább az ercetessége, ami dominál. Nyilván igen, csípős, igen. De ott nem a csípős, ami az élmény. Nem, egyáltalán nem, ott is csak az ízgyeleg, úgyhogy nem, én tényleg nem. Egyszer nem hiányzik ez a fájdalom. Egyébként az előkészületeknél láttam, hogy nem idegen a konyhai terep nálad, ugye? Itt van alattunk a konyhastúdió, ami hát most raktár. Igen, hát azért sok minden nem csináltam, tehát felaprítottam egy sonkát. Na jó, de nem esték kétségbe, tehát van, aki ugye már nyitől kétségbe. Otthon főzöl? Nem igazán. Húsokat sütni szeretek. Igen, és egyébként általában azért nem szeretek főzni, mert az elégkészületi pöcsölés. Azt tudom a legjobban. Tehát az, hogyha úgy lenne, mint az ilyen főzős videókban, tudod, meg műsorokban, elő van készítve, közben valaki, tudod, így vágások vannak az életben, hír lenne, és hopp, akkor itt ez elpakolva, hopp, akkor... Mert neki állsz főzni, tehát egy igazi kupleráj lesz az egész. Tehát nézd, ez is itt most. Tehát, hogy lent is kuplát csináltunk, itt is. Így van. De ez az élmény megéri egyébként. Be abszolút, teljes mértékben. Hát én tudom, mert ugye csináltuk a Mónikával a Wellingtonost, amit te mondod is, hogy jól nézett ki a Wellington. Az nagyon jól nézett ki, igen. Hát te tudom, az egy egész napos program volt. Gondoltam. Háromszor kaptam agyérgörcsöt, mental breakdown, minden meg volt, semmi nem akart úgy lenni. Aha. De aztán a végére ki kellett. Végül lett belőle azért. Videós. Most már nagyon, a kockák már teljesen eltűntek. Igen, ez most már egy egyveleg. Igen, nem most már én nagyon-nagyon folyós igen, lett igen. Valamitől. Igen, jó, hogy nem tettünk be. Jó, nem kellett volna bele. Az alja lett egy kicsit lekapott egyébként, úgy érzem a textúrából, de... Nem baj. Ezeket a bruszkettiket... Tolja csak, bocsánat, azt arra visszavinnem. Ne egyek itt már ilyen... Ott van még a kocka. Egyébként mennyire vagy sajtos? Majom. Minden formában, mindenhez. Uh-huh. Kedvenc konyhád világkonyhából, magyart kivéve, mert nyilván a magyar az a hazai, az odahúz az ember szíve. De egyébként, hogyha nem magyar konyha, akkor melyik az abszolút? Jó kérdés. Talán az ázsiai. Ázsia? Aha. Hát az a hotpotnál, amikor ment a videó, ott minden benne volt, ami Ázsia szerint. Tehát ott minden olyan íz... előkerült, amit én nagyon szeretek ebben az egész sztoriban. Nagyon jellegzetes. Igen. Ez az egész áni zsósa, a szecsuáni borsa, minden.
az a hamisíthatatlan. Jó, nagyon, nagyon, az nagyon jó volt, tényleg az, az elképesztő finom volt. Úgyhogy én azt mondanám, de ugyanakkor azt hiszem nem tudnám mondani, hogy mondjuk azon elélnék. Hogy akkor csak azt tenni minden nap, mert az azért az tömény lenne. Tehát ez semmi azt tudom elmondani igazából. Uh-huh. Ugye egy Jézusom, ott van a cheese string action. Csak hogy maradjak itt hű magamhoz. Megmondom őszintén, hogy én azt tippeltem volna. Hogy amerikai vagy valami hasonló? Inkább az olasz, mert szerintem az amerikai konyhában is egy nagyon nagy befolyásoló tényező. Hát az elvitathatatlan, persze. De az amerikai az igazából... Hát, az egy ilyen gyűjtőtége, ja, ott a konyha, én sem gondolkoztam. Másrészt meg ugye ott államonként is, ugye Kentucky Fried Chicken, tudod, Hawaiian megint más. Igen, a texasi ízé barbecue. Ja, ja. Hát, én nem is tudom, hogy mit említenék meg először, hogyha azt mondanám, mert ugye a hamburger az például nem amerikai, ja, érte. Igen. Ez a legviccesebb az egészben, pedig amúgy ott a legjobb. Igen. De mégisem, az nem egy amerikai, az német, azt hiszem, ugye? Igen, igen, hát hamburg. Igen, hamburg alapján, igen. Szóval azért nem tudnék mit mondani. Az ilyen... Jaj, de forró volt. Az ilyen rohadt nagy barbecue, smokeres húsokat meg amúgy nem szeretem. Nem? Annyira nem. Megmondom őszintén, hogy én a marha szegyet azt nagyon szeretem. Ezt a 13 órán, 14 órán keresztül füstben, lassan hőkezelt, az nekem nagyon. Aha. Mondjuk hozzáteszem, én még nem is próbáltam, tehát lehet, hogy szeretem, de én mondjuk azért... Látod benne azt a realitást, hogy tehát nem hülye a gondolat, hogy nem tudod egymás után két nap enni. Tehát ez olyan, hogy egy negyed évben egyszer, egyébként én nagyon hasonló vagyok a steakkel is. Mondjuk az havonta egyszer már kéri a szervezetem, igen, de utána egy hónapig nem. Igen. De szinte biológiai óra pontossággal havi egyszer kell, hogy egyek. Igen, de az de utána vége. Igen, de a steak bele... az... Beleszél sétáltam abba a csapdába, hogy nyáron a nagyon brutál melegbe, Balatonon. Egyrészt az első kör, amit kihoztak, az rossz is volt, tehát büdös volt, vissza kellett küldeni. De utána már elevátor sem esett jól, meg a melegben nem. Tehát ott egy jó saláta, egy kis... Igen, ott lájtos ételeket kell a melegben. Például nekem ősszer rám jön ez a levesezés, nagyon megkívánom a leveseket. Figyelj, beleküldjük még a maradék sajtot. Menjen, persze. Hát, még ott vannak ezek a kis krékek. Ó, tényleg, még az is van. Mert én láttam olyat is, hogy valakik ezek nem bonyolítják túl, többfajta kréker, és akkor mártogatják, tunkolják, röhögnek, teli szájjal, már az órakor is a sajt folyik ki. Ilyen mikokádó jelleggel? Hú, azt a csávót amúgy, az nekem nagyon furcsa. Én nem is tudom, mikor néztem rá utoljára. A hogy erre van egyáltalán igény. Tehát szerintem egy normális értékrendű világban őt már bazdmeg az árt osztályon kezelnék. Hát az... Tudod, és tényleg igazából itt azt nehéz felfogni, hogy az zajlik a közösségi média mainstream sodrásában, amire igény van. Igen. Ez magyarázza meg azt, hogy talán miért tartom magam anti-mainstreamnek, meg miért nem leszek sose a mainstreamben, mert az igénytelenkedés, meg az emberi méltóságból való kivetkőzés, ez annyira nem pálya nekem. Értem, mit mondasz. Hát igen, ez az egyik, a másik meg, hogy a mainstreamben én azt érzem már nagyon régóta, hogy az lett a divat, és lásd például a TikTokot is, mondhatok neveket? Nem fogok sértődni? Nem, nyugodt. Ugye például nekem, ami nagyon bögyönben van, az a Norina Diamond. Nem tudom, megvan-e. Nem vannak ezek tiltva. Nem vannak tiltva, nagyon de helyes. De őt még úgyse lehet megkerülni. Hogy nem, egyszer nem. És ezek a direkt minél polgárpukkasztóbbat mondani. Egy tök jó bírja most a kamera. Szóval minél polgárpukkasztóbb dolgot csinálni, tudod, minél jobban hergelni az embereket, és ezáltal ez ugye így akciót, tehát egy ilyen cselekvést kiváltani, tudod? Uh-huh. Na ez az, ami nekem már sok egyébként, és ebből van elegem, és a Nikokádon is például ezt érzem sokszor, hogy lepezönzözi a nézőit, meg nem tudom, tudod? Tehát van ez az alázás direkt, hogy akkor legyen valami. Igen, de ugye ez az alázás, szóval cheap, ez már nagyon régóta olcsó az meg. Egész, persze. Van, akik ugye a prostituáltod is azért megy, hogy lealázza mindenkit, prostituáltat. Ja, hát az biztos, tudod, nem tudom. Szóval nálam se férez bele egyébként. Nem is tudok senkivel úgy beszélni, meg úgy viselkedni, bármilyen kontextusról legyen szó, ja. Akkor inkább az ember emeltfővel távozik, tehát megelőzi azt, hogy ilyen helyzet kialakulhasson. Igen. De, hát... Jó van, igen, ez a magyar TikTok, ez egy nagyon érdekes dolog. Crazy.
De szerintem talán világszinten is. Egyébként azt hallottam, ezt egy ilyen amerikai műsorban, podcastben filtották, hogy Kínában más a TikTok. Ott ugye mivel van egy nemzeti, mi a neve, cenzúra, ott ez csak olyan lehet, hogy mit tudom én, tanulmányi eredmények, sportteljesítmények, tehát pozitív példa, edukáció jelleggel, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy jó-e ez a fajta teljes korlátok nélküli szólásszabadság, vagy az államnak van-e valamilyen felelőssége abba, hogy már az ilyen Nonida Diamondokat ne jussanak el a jó érzésű emberekhez, tudod. Ez már egy ilyen filozófiai kérdés, aztán mindenki eldönti, hogy mit választja. Mert van ember, aki el tudja dönteni, hogy te nem nézed, de nagyon sokan nem. Nagyon sokat beszippant. Tudom. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert... Micsoda filozófiai boncogatásba lettünk itt a sajtozás közben. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebben én borzasztóan hadilában vagyok. Tehát, hogy olyan szempontból liberális beállítottságú vagyok, hogy minden ember el tudja dönteni magának, hogy mit szeretne csinálni az életével. Mindenkinek szabadságot lehet hagyni arra, hogy eldöntse, hogy mit kezd, mit szeret, mivel úgymond idézőjelesen mérgezi a testét, meg mivel nem, az ő döntése. Persze, és akkor ez a szabadsága. És akkor... De ami már kihat a másokra. Igen, csak hogy igazából itt is azt kellett, hogy ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy igaz, mert ugye volt nekünk például ez a gambling streamek elleni nagyon ilyen felszólásunk egy időben. Igen. Mert nekem korábban is volt egy igen, én egyszerűen hülyét kapok, hogyha meglátom ezt, hogy ott örül neki streambe, tudod, hogy pörög a zsetta, meg nem tudom. De egyébként az mennyire kamu? Tehát, hogyha van egy ilyen együttműködés, szerinted, akkor ő nyilván promózza, akkor neki valamilyen szinten be kell csábítani. Tehát az olyan, mint egy az ételem előtt. Mint a McDonald's-ban a fotó, hogy nem olyan a burger, csak nagyon hasonlít. Nem? Igen, az a baj, hogy én tudatosan távol tartottam magam mindig az én online kaszinós sztoriktól, meg nem tudom, mondom, én nem is akarok tudni róla sokat. Nem tudom, hogy működik egy ilyen együttműködés, nyilván sose volt még nekem. És akkor ott is ugye egy ilyen hadilába került, most akkor a tartalomgyártó a felelős azért, hogy ezt ő csinálja, és... Ja, hát persze. Tehát a tartalomgyártót kell elővenni, vagy azt kell mondani, hogy hát, hogyha nektek, a nézőknek ez kell, akkor ez van, és akkor két. Tehát, hogy ez nekem ez mai napig egy ilyen Dilemma, egy ilyen belső konfliktus nekem ez. És nem tudom, te ezzel hogy állsz? Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy ez a csirke meg a tojás, melyiknek az okozója, ugye? Ja. Szerintem már benyomom, hanem van. Azt neked hagytam. Ja, köszönöm. Szerintem ez egy olyan sztori, tudod, hogy ezeket egyébként nézik. Sokan nézik. Egyébként ezt se értem. Hát ez is egy nehéz sztori, hogy megérteni, mit néznek. De én szerintem itt a ludason az, aki ezt nézi, mert ha ezt nem néznék, erre nem lenne igény, akkor nem fizetnének azért, hogy valaki ezt emberek előtt játsza. Persze. Engem nem lehetne rávenni. Nincs az összeg, ez biztos. Ugyanakkor meg ugye felmerül a kérdés, hogy egyébként, tehát más szemüvegén keresztül nézve, az is furcsa lehet valakinek, hogy két megtermett 30 körül, nem tudom pontosan hány évesen, nem is akarom, hogy elmondd itt most izébe, de hogy ilyen középkorú férfit néz, hogy éppen fondűzik. Igen. Érted? Tehát ezt is, tehát meg lehet, minden... Mindenbe annyira, lehet persze, minden annyira más igények vannak, annyira, mert mindenki megtalálja a saját nekem közösségét. Nekem az volt a furcsa először, de aztán rákattantam. Vannak ezek a mukbanges videók korábban. Szürcsögnek, tényleg úgy szívja fel a tészt, konkrétan egy ilyen lábasnyi tészt, tehát egy szívásra felszív. Halálvékony, érted? Gyakorlatilag átlátszó, alig 30 kiló, és annyit megeszik szürcsög, és egyszerűen nézed. Hát, ja. Ritkán, de nézed. Vágom. Hát, igen, nem is ez igazából, tudod, ez is már erre van igény. Most kérdés az, hogy ha nem lenne, hiányozna. Nem. Egyébként, tudod, jelen állás szerint. Nem tudom, ez egy nagyon bonyolult. Ez nagyon, ez végtelenül bonyolult. Ugye, elütöttem. Én is nyomom, csak jó, közben beszélek. Nehéz egyszer. Persze. Szóval szerintem valahol a kereskedelmi tévék megjelenésével, és ott is inkább már a 2000-es évek közepe, amikor ez a Győzike Show meg ezekkel indultak, gyakorlatilag ott ütötte fel elsőre a fejét szerintem ez a produkció nélküli produkció. Tudod, és amikor már az is kevés volt, akkor jöttek ezek, mikor ott is már voltak ezek a rájátszások, tudod, ilyen mindenféle ilyen generált dolgok, persze. Ami jutott el odáig, mikor már volt ez a fajta realitik, mint ez az Éjjel-nappal Budapest, meg ez a... Hát nem tudom.
Nem tudok jót mondani, úgyhogy inkább... Igen, de ez azért is nehéz nekem erről mondjuk állást foglalni, mert például én hiába vagyok 10 éve ebben az egész YouTube dologban, én azt gondolom, hogy az én karrierem is ebből jött ki, de ebből ugrott elő. Oké, van egy jól megszabott és jól látható szerintem mindenkinek erkölcsi határ, igen, hogy milyen szint alá nem megyek le, de nagy produkció nálam se volt soha. Tehát egyszerűen soha nem volt az, hogy én kiálltam énekelni, sose volt az, hogy én írtam egy zenét, érted? Na jó, de... Hanem szórakoztatás, könnyed szórakoztatás, de ugyanakkor... De nem a provokálás, meg a, ne, hát az, meg a polgárpukkasztás, a köbön, persze, meg a bizonyos társadalmi rétegeknek a, hogy mondjam, alázása, vagy a irritálása, összeugrasztás, tudod, szóval... Na, azért szórakoztatni ennyi embert, azért neked nagyon nagy elérésed van, benne van 10 év kemény munkája. Hol lesznek Lorena Diamondék 10 év múlva? Hát figyelj, én nagyon már... remélem, hogy sehol már. Nagyon finom. És hogy belekerültek még a cuccok, nagyon jó. Én már azon is meg vagyok lepődve, hogy még mindig tényező. Érted a Lorena Diamond. Tehát hogy nekem már most sok. Azért amit... egyszerűen. Te tényleg, bazdmeg, olyan szörnyű társadalmi levonat, tükörkép, bazdmeg, hogy ennek... Meg nem csak azt, hanem az ő szubkultúrájának, vagy nem tudom, szubkultúrának lehet nevezni, tehát ez az a... A mikrokörnyezete, meg az egész, aki... Szóval nem tudom... Meg úgy az ő most tényleg nem tudom pontosan, hogy transzexuális-e, vagy bármilyen, nem tudom, de olyan rossz reprezentációja ő ennek az egész... közösségnek. Többet árt, mint használod. Rengeteget, érted? Tehát a legtöbb ember egyből, hogyha lehet, hogy jön ez a szó szembe, hogy transzi, vagy transzexuális. Beokádik. Eszébe jut ő, és már csak azért is van egy ilyen haver. Tehát, ne vicceljünk már. És ez nagyon, nagyon probléma, szerintem. Egyébként, ugye... De az emberek mindig általánosítanak. Még egy témát tudok ebbe ölteni. Igen. Mondjad abban csak. Részében, hogy volt a felháborodásod, meg szófelemelésetek, meg demonstráció, akármilyen formában is, de a nem tetszés kinyilvánítása a kaszinós történettel szemben. Igen. Most, amikor én még a Twitch-en aktívan streameltem. Te nyomtad. Igen, ott csapódott hozzánk ugye a Zsolti is. Igen. Ott fedezett fel. Igen. Bocsánat, igen. Na és... akkor indult el ez a hot tub stream. Igen. Meg ezek a mesztelenkedés. És ugye azt lehetett látni, hogy eleinte az én toleranciából mindig együtt nőtt a határ az igénytelenkedés mértékével. Tehát amikor már nem volt elég a fürdőruha, ki kellett villani a valaminek, akkor először volt egy visszakézből pofon a Twitch részéről, aztán tágították mindig a teret annyira, hogy nem voltak, ugye ők nem egy szeretett szolgálat, ők pénz, egy gazdasági vállalat. Persze. Pénztermelés. Tisztosan. Rájöttek, hogy ez akkora pénzt hoz, hogy ezt nem szabad elengedni. Mm. És szörnyű, mikor az elvek így hajlanak, meggörbülnek, az anyagi érdek, meg a befektetők, meg a részvényesek kedélyállapota miatt, tudod? Igen. És igazából most már itt is nagyon sokan OnlyFans-eznek, ez már annak a következő szintje volt. Mm-hmm. De a Brigivel beszélgettél ilyesmit? Nem. Nem igazán jött szóba ez. Majd megkérdezem. Kíváncsi lennék az ő, hogy ha esetleg még jön, ki tudja. Igen, ha jön, akkor még meg fogom kérdezni. Mert igazából... Neked van hozzáférés... Bocsánat, mi a jó vagy? Neked van hozzáférésed egy olyan emberhez, aki ebben aktívan benne van, tudod? Igen. És nem lenézésből egyébként, mondom ezt, csak hogy mondom. Nem, egyébként nagyjából sejtem, hogy mi lehet a véleménye. Tehát mivel aktívan csinálja. Nem lehet, bocsánat, nem okozhat ez lelkiismereti kérdést, hanem ugye itt az van, hogy ha ő nem, gondolom én, ez az én véleményem, hogy ez lehet a véleménye, hogy ha ő nem csinálja, akkor más, ezért fizetnek, erre igény van, stb. Igen. Én nem török pálcát, mindenki azt sem, amit akar, tudod. Persze. Én egyébként a Brigit nem tartom egy rossz embernek. Persze. Nem. Majd meg fogom erről kérdezni egyébként. Sőt, tervezek egyébként majd olyan vendéges műsort is, ahol előre fel lehet tenni nézőknek kérdést, és akkor arra kell válaszolni. Az jó, vagy az lehet, jó. Nem kell, semmi nem kell, de lehet. Úgyhogy akkor jön majd az ügyvéddel, az adott, bárki, akit ír. Igen. Akkor ránéz először, bólint, és jó, akkor megválaszolom. Ez milyen? Csípős? Nem, nem. Ne, azt hiszem, az ilyen paradicsomos, olaszos valami lehet szerintem. Igen, jó. Szóval nekem az a nehézség, Istenem, ugye ott is erre van igény, és ugye erre van platform,
Meg egyébként az OnlyFans se értem. Tehát a bánatnak fizet valaki, felmegy a PH-ra, ide, oda, amoda, felmegy a TK-ba, Henkor, stb. És akkor meg minden van. Azért, mert van egy... A személyre szabadsága... Van egy, meg... van egy áll barátnő élmény, vagy egy ilyen feeling, tudod? De szerintem az onnan indult, hogy először voltak a cam girl-ök, tudod, igen. A kamerás szolgáltatások. De ez lehúzás, basszus. Hát persze, hogy az. Nyilván, persze. Hát anno, amikor mi ezt megtudtuk, hogy van ilyen kamerás szó, nyilván nézegettük, de tudod, az ingyenes részéig. Mert fizet ki, tudod, jó, tűrt, ez egy chill, valamelyik elvitte, hopp, akkor privással, tudod, akkor fizes, mondom. Jó, menjünk a következőre. Jó, persze, nyilván ez 10 évvel ezelőtt is ugye más volt a megítélése az egészen, de szerintem ez elvetemedett, eldeformálódott rossz irányba, és aggódva és parázva várom azt, hogy 10 év múlva mi lesz. Mert mindig az volt, hogy most a legalján vagyunk a trágyának, a Fostengernek. És mindig van egy új next level. Nem csak egy next level, konkrétan egy bolygónyi sőjedés van, bazdmeg, nem? Igen, igen. És igazából ugye... Ennek az egésznek, ugye, mert nyilván ez egy hangos kisebbség, ugye ezek, akik ugye, a hétköznapi ember azért szerintem nem azonosul ezzel, meg nem része az életének, de azért ennek köszönhető az ilyen, hogy hívták ezt, Andrew Tate, meg az ilyen, meg azért most a magyar mainstreambe is jönnek már ezek a fiatal, mint ez a két okos, ugye? Igen. Őket kéne elhívni egyszer. Gyökeresen ellentéte, hát nem állnak ők szóba egy ilyen hülyével. Nehogy azt hitt, hogy nem állnak szóba. Hát tudod, az egyik őket találkoztam a West Endbe, és képet csinált velem. Na, very nice. Tehát totál meglepődtem. Na jó, de én hozzád képest a bulvárbékasággal alatt se vagyok. Egyébként, meg igazából szerintem nem is leszek, mert ilyen véleményem van úgy általában ezekre a dolgokról. És, Én is mondtam neki, hogy mondom, gyertek el a podcastbe, mondom, dumálunk egy jól, hát nem, mert most a pont a VR-nál voltunk, és mondtam, hogy oké, de mondom, hogy olyan podcastet szeretnék csinálni, ami nem csak ez a simogatásból áll, hogy srácok, amúgy nagyon felrobbantatok, és amúgy nagyon jók vagytok, tudod, és megkérdőjelezhetetlenül jók vagytok. Hanem, hogy beszéljünk mindig a... Szerintem ezt szülte, de egyébként olyan nagyon nagy, tehát ez a rengeteg trash szül majd egy ilyen alternatívát. Mm-hmm. De ott meg aznak tehát a hitelessége az, hogy ők azért borzasztó fiatalok. Tehát jó tanácsot egy tapasztalt embertől, meg aki jó már bizonyított, érted? Tehát ahhoz még nagyon kevés élettapasztalattal, meg társadalmi szerepvállalással, ha csak adófizetést nézünk még. Tehát, hogy mondjam, meg az élettel járó, állandóan az évek alatt rádrakódó bölcsesség, az még belőlük hiányzik, és nekem persze. Jó, hogy van egy ilyen, aki egy kicsit reálisabban látja korosztályán belül, de azért még a messiást én nem látom. Aha, értem én, mire gondolsz. Hát, igen, én velük egyébként olyan szinten, és velük is úgymond nem hadilában állok, csak hogy nem tudom eldönteni igazából, hogy jó dolog, vagy nem. Én csak azt szoktam látni, hogy talán olyan emberekkel vegyülnek, akik úgy nem annyira... Na igen, akikkel te nem szeretnél. Jó irány, szerintem. Egyrészt, másrészt, meg tudod, itt van egyébként ma már az idősebb, aki már mint egy idősebb, nem tudom, te biztos ismernek személyesen is, ez a Dancsó Péter. Igen, persze, hát hát na ugye, háromszor találkoztam. Ő neki azért, hogy mondjam, van egy olyan fajta felelőssége, hogy tehát nagyon sok helyre ő juttatja el a trash-t. Kritikában, burkolva, csomagolva. De én a zömét, azt az ő videójából ismertem, mert van egy barátom, aki állandóan nézi, meg nézeti velem, mert látja, hogy fél óra alatt már ideg rocker vagyok, és a hagyom igen. Már ilyen, tudod. Igen, tudom, miről beszélsz. És de viszont ugye az egy visszás, mert egyrészt ugye sárdobálásról, ami azt eleve nem nagyon szeretem, tudod. Mert szerintem sárdobálni, vitázni úgy, hogy face to face, szemtől szembe, tudod, nem a háta mögött, meg nem. Úgyhogy ne tudja reagálni, meg megvédeni magát, de a felelőssége az, hogy szerintem nagyon sok ember az ő jutatja a trash. Ez egyértelműen így van, én is így voltam vele régebben, hogy onnan tudtam csak meg, hogy van valami ilyen, meg nem tudom. Tudod. Hát figyelj, ez is egy olyan, hogy egy a trash meglovagolása is lehet, hogy kritikus környezetben, meg fennhanggal, de igazából egy odadörgölőzés a trashhez, tehát szerintem. Nekem a halapenyó az. Neked nagyon bejön. És most egyébként tudod, mit fogok csinálni? Húha. Szép adag. Jó. Most már nagyon sajtos. Tehát ez már sajtkoncentrátum. Igen, és közben meg nagyon híg. Ha megnézed, tehát most már ilyen... Kioldottak a zsírok, ott leveslet. Egy olajszint. Igen, az nagyon durva, ott igen. Ott az megjelent, ott egy komoly kis... Gombából alul számoltuk magunkat. Nem baj. Nem baj. Nem, egyáltalán nem baj.
Hú, azért laktat egyébként, mondjuk most már azért eszegetünk már ideje. Igen, én kezdek ribetelni. De picit talán én is, de még majd vagyok. Még egy ilyen ultimate sonkás, jalapenyós The Last Dib. Last Dib? Ezt még nem tudom elengedni. A jalapenyó volt nekem egyébként ebben a nagyon pozitív csalódás. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért, mert nem tud rossz venni. De ha. Én ennyire nem vagyok jalapenyó. Jézusom, az mi lesz a tőlem? Jaj! Igen. Az nagyon komoly. Én ennyire az nem vagyok jalapenyó lover. Tehát finom, tényleg nem Jancsili, ugye? Nem Jancsili érdemét akarom így csökkenteni. Viktor, nekem a barátom volt itt műsorban egyébként. Aha. De ennek az, tehát, hogy mondjam, barátaimnak azt mondom, nem időben mérem, hogy 30 meg 40 éve van olyan is. 25 éves barátság. Hanem azt, akivel az értékrendben, értékazonosságban, gondolkodásban olyan szintű bizonyosságtétel van, hogy nem feltételezem azt, hogy... Tehát az alapértékrendje nem tud megbotránkoztatni, mert megcsalódtatni, érted? Már csak tiszta sor. Komoly volt a vége, mi? Hú! Basszus. Igen. Ez nagyon komoly. De hogy felhigult? Igen. Nem is értem. Van benne egy sonka is amúgy. Nagyon brutálul kibeszéltük, ami nem ez lett betervezve. Mert nem terveztem semmit. Hát elindultunk egy irányba, aztán ennyi igazából. De egyébként ez nagyon tetszett, mert értelmes. Szóval nem volt pálcatörés, az fontos. Nem, abszolút nem. Személyes vélemény, meg érvek alátámasztása, ez fontos szerintem. Hát én nagyon köszönöm az élményt. Még nem kell lezárni, nem azért mondom, csak ez meglepett. Én köszönöm az élményt, hogy elhittem megint enni. Itt nálam nem lehet rosszat enni itt egyszer, az a helyzet. Egyszer nem lehet. Nincsen. Nem cél rosszat enni. Nem. Azokat még nem mertem megkóstolni, mert túl picik és bele fog nyúlni. Nem. Nyújj bele. Nyújj azért bele az már tényleg elég. Így. Olyan olajos a teteje már, hogy nem ragad meg rajta a sajt. Nem igazán. De nagyon jó íze van. Ebből mindig ezt a mákos halacskát zabáltam fel. Mákos? Meg. Az úgy tényleg mákos? Mák van benne. Mák meg szezámban. Igen, van egy ilyen nagyon komoly textúrája, ilyen üregesen ropogós, vagy nem is tudom, hogy... Kekszes. Igen. Jó cucc. Nálam a hotpot is elérte azt a szintet. Engedd el. Sikerült rommá égetni az államot. Igen. Hogy azért hát minden napra nem alkalmas ez. Kell hozzá egy megfelelő társaság. Megfelelő idő a két hotpotozás vagy fondúzés között, de rendkívül hozzá tud adni egy ilyen hogy beszélgetéshez. Igen, hát például egy ilyen családi programnak én nem sűrűn tudom, maxim vasárnapi ebédhez, vagy nem tudom, amikor tényleg ráérősen odaültök. Még egy kérdés, mi a tipik vasárnapi ebéd nálunk? Ez a klasszikus rántott hús, burgonyapüré, tejfölös... Figyelj, nagyon eltalált, nagy, teljes, és húsleves, tyúkhúsleves. Figyelj, ez kész, ezt össze is raktad, ennyi. Ez nem volt egy nagy, hogy mondjam, prediction, mert általában magyar embereknél, magyar cárnál, ez egyfajta hagyomány. Sőt, ismerek olyat is, ahol a vasárnapi reggeli is fix menü évtizedek óta bundás kenyér. Az komoly. És nekem a krumplipüré ilyen állagúnak kell lennie. Picit talán sűrűbbnek, de ez a folyós krumplipürét szeretem nagyon. És akkor az majd gyakorlatilag egy rántott hús krumpliba fondű. Igen. Sztori már úgy, és az isteni. Az nagyon jó. Melyik rántott hús a kedvenced? Csirke. Csirkemál. Persze, csirkemál. Csirkemál. Telibe. Az nem... Egyszerűen annál jobb nincs. Kész. Szerintem rántott húsként egyszer nincs jobb. Tehát, hogy az ilyen... Tudom, hogy te sertés nem eszel. Nem. De hogy marhát sem nagyon szeretem. Tudod, rántva. Marhát egyedül a izébe jó, ebbe a bécsibe, a borjúból, ami zsenge, és ugye az egy ecetes, nem tudom, ilyen pálcában. Én bécsi szeretszerűség? Ja, bécsi, borjú bécsi. Ja. Úgy, hát igen. De az sem mindig, de a klasszikus az a csirkemell, az a bármikor, bárhogy... Megtöltve egy kis sajttal, olívabogyó, bárhogy kis lilahagymával, szóval... Nem is kell rá semmi. De a naturba is jó. Naturba. Úgy a legjobb. Egyszerűen az a hús textúra, meg az a hús íz. Találva. Igen, egyszerűen az úgy tökéletes. Igen. A krumplipüré is tényleg, ahogy mondtad, tejfölös uborka saláta. Azt nagyon szeretem. Az... Tejfölös uborka saláta az a manna. Az nagyon jó. Igen. Na! Szerintem off. Off, abszolút off. Egy kis kajakóma is van nálam már, jó tettünk. Nagyon nem volt egyébként olyan sok ez, de nagyon intenzív. Nagyon, tényleg azért gazdag lett itt a végére. Jó.
Igen, annak a sorsát majd még meg kell, hogy beszéljük. Hát ezt így... kiiszom majd a végén, amikor majd lemegyünk, vagy nem tudom. Arra vagyok kíváncsi, hogyha ez le lesz véve, akkor összeugrik-e. De gondolom van egy pont, amikor úgy össze fog ugrani. Vissza össze, meg fog kemény, lehet majd szelepelni. Azaz. És akkor kirántani, látod sajtnak. Na, nagyon szépen megköszönjük megtisztelő figyelmet. Melyik a kedvenc sajtotok? Ha már a sajt, kommentben várjuk a válaszaitokat. Sok csodál fog érkezni. Sok csodál? Azt kihagytuk. Lehet, hogy az kellett volna. Nem. Szerintem a Svájciban nem raknak. Nem, szerintem sem. Ez mindig ilyen... Sőt, egyébként az európaiak, a franciák, svájciak, ahol van kultúrája a sajtnak, az amerikai cheddart nem is tartják igazi sajtnak. Igen, én is így tudom elképzelni. De ez nagyon jó. Ez olyan, mint a sör. Hogy ugye a belgák, angolok, csehek, németek sem tartják az amerikai klasszikus értelembe vett minőségi sörnek. Igen. Ú, de nem nézett az ki jól. Jó, hát mi még el tudnánk itt órákig beszélgetni, de ebben a műsorban ennyi fért. Igen, még annyi dolog, hogy ezt a fondű prezident cuccot az elején mutattam, ezt szerintem semmiképpen is hagyjátok ki belőle. De ne lepődjetek meg, hogyha ez így, hát nem az igazi. Nem élesztős, nem is tudom milyen ízű. Érdekes sztori. Köszönöm szépen, Mária, hogy elkíztál. Ne viccelj, remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk. Bár mind a ketten azért bőven vagyunk foglalva, de ja. Igyekszünk azért legalább negyed évente egyszer valamit összehozni. De abszolút. Semmit nem ígérünk, mert ne legyünk számok érhetőek. Mm-hmm. Ezt vágom, én is megtanultam. De én is. Kell tartott egy ideig, is megtanultam. Ja. Ha tetszett a videó, szokásos like, komment, megosztás, feliratkozás. Igen, mindenhol. Itt van a like valahol. Istinek minden elérhetőségét, aki nem ismerné, megtalálja a leírásban. Kövessétek be. Nagyon fontos ügy mellett harcol a mindennapi hétköznapéban. Támogassátok a legjobb gazdit alapítvány. Nálam minden videó alatt ott tudom, van. Ezt mondtad, köszönöm szépen. Igen. Ez annyira nemes cél, hogyha ennyivel is tudok segíteni, nem sok, akkor én ezt vállalom. Ennyi. Köszönöm szépen. Peace. Sziasztok.